Ezzel az alkalommal nem annyira technikai, hanem inkább pedagógiai lesz ez az előadás, és általánosságban fog arról szólni, hogy a projekttervezésnél, hogyha az ember a 21. századi képességeket szeretné fejleszteni, akkor miket érdemes figyelembe vennie. Mivel én itt most éppen megosztok egy a diasorozatot, ezért nem látom a chat ablakot, ezt előre szeretném közölni. De utána nagyon szívesen, amikor ennek vége, akkor majd oda rohanok és válaszolok minden kérdésre, de így közben nem fogok tudni nagyon reagálni, mert én most csak a saját magam által vetített dolgokat látom. Amit most szeretnék bemutatni, ez a 21. századi tanulástervezés nevű keretrendszer. Ez egy érdekes rendszer, amit az ITL Research nevű oktatás-kutatási konzorcium állított össze. Ez azt jelenti a konzorcium, hogy voltak tagjai, akik ilyen úgynevezett iparági szereplők voltak, tehát nagy cégek, mint a Cisco, vagy akár a Microsoft, Intel. Voltak tagjai kutatóintézetek, például a Stanford Egyetem, és államok is voltak a tagjai, a finn állam, az orosz állam is részt vett ebben. A kutatásnak az elsődleges célja az az volt, hogy azonosítsa, hogy mik lehetnek azok a tanulási képességek, amiket a 21. században fejleszteni érdemes. Mindenki folyamatosan beszél arról, hogy változik a világ, és az iskolának is követnie kellene ezt, és újfajta képességeket kellene fejleszteni. Mindenki gyakran emlegeti azt, hogy akárhogy az iskola az már egy kicsit idejét múlt, vagy nem a mára még kevésbé a jövőre készítene fel. Evel szemben állna a 21. századi tanulás, amelyik pedig megpróbálja a jövőre felkészíteni a diákokat, és hogy itt más készségekre van szükség. Ezt nagyon sokan elmondják, de utána kevesen lépnek tovább, hogy jó, de akkor konkrétan mit is kellene csinálni, és mi az, amiben lehetne fejleszteni ezeket a készségeket. Ez a kutatás azért volt érdekes, mert hogy ezt a plusz lépést is megtette, és kidolgozott egy olyan keretrendszert, amelyik a tanárok kezébe ad egy eszközt arra, hogy hogyan fejleszthetik a saját tanulási gyakorlatukat. És azt gondolom, hogy amikor digitális témaheti projekteken gondolkodunk, akkor valószínűleg érdemes egy picit ezt a keretrendszert is az embernek a fejében végigfutatnia, és azon gondolkodnia, hogy ennek mennyire és hogyan felel meg, és mi az, amiben jobban felelhet meg, mi az, amit ügyesebben lehetne csinálni. A maga a rendszer az úgy működik, hogy a megadott hat képességet azonosít, majd minden sorra vesszük őket. Ezt a hat képességet kódolja, hogy milyen mértékben jelennek meg valamilyen foglalkozásban, valamilyen iskolai tevékenységben, amit az ember a diákjaival csináltat. És mindenkit felhívok arra, hogy játsszunk el a gondolatban azzal, mindenki képzelje el egy saját olyan projektjét, olyan iskolai foglalkozását, amiről azt gondolja, hogy az jó volt, ami jól működött, ami szerinte akár modern volt, akár ilyen 21. század felé mutató volt. És ahogy végig megyünk ezeken, nézze meg, hogy milyen szinten jelentek meg benne ezek a 21. századi tanulási képességek. Mielőtt belevágunk az egyes képességek megtárgyalásába, azelőtt néhány alapvetést azért gyorsan rögzíteni kell. Az egyik az, hogy egy pillanatig sem gondolja azt senki, és nem is akarja mondani azt senki, hogy ami nem felel meg itt a maximális elképzeléseknek és elvárásoknak, az rossz pedagógiai gyakorlat, vagy arra nincs szükség, vagy azt másképp kell csinálni, és így tovább. Erről szó sincsen, látni fogjuk majd például, hogy a memoriter az nem nagyon illik bele a 21. századi képességek
fejlesztésébe, de azt senki sem gondolná egy másodpercig sem, hogy akkor például idegen nyelvből nem kell szavakat tanulni, mert hát természetesen, hogy kell szavakat tanulni. Egyszerűen arról van szó, hogyha az ember ezeket a képességeket szeretné fejleszteni, akkor érdemes ezeket a szempontokat szem előtt tartani, amikről itt szó lesz. Tehát, hogy nem egy pillanatig sem arról van szó, hogy ez most valami követelmény lenne, és hogy mindenben mindig maximálisnak kell lenni. Ja, ahogy Jack Sparrow kapitány fogalmazott a kalóz törvényekről, ez inkább csak aféle ajánlás. Én magam azt láttam, hogy nekem nagyon hasznos volt a saját pedagógiai gyakorlatomban megismerkedni ezzel, mert tényleg, amikor így végig gondolkodom azon, hogy na hát akkor mit lehetne csinálni, vagy kitalálok valami projektet, és akkor átgondolom, hogy jó, de lehetne jobb még, ha ezt, azt, amazt belerakom. Ebben nekem nagyon sokat hozott, és nagyon sokat tett hozzá, és szerintem a digitális témahét az jó tere az ilyenfajta kísérletezésnek. Nos, tehát akkor nézzük, hogy mik ezek a képességek, amikről itt szó van. A hat képesség az a tanulás, vagy tudásépítés az első, az együttműködés, az informatikai eszközök használata, probléma megoldás, az önszabályozás, és végül a kiterjedt kommunikáció. És azt is látni fogjuk, ha már itt a digitális témahétről van szó, hogy miközben az IKT eszközök használata csak egy ezek közül, nagyon sokat áthat a digitális eszközök használata, tehát nagyon sok mindent sokkal könnyebben és sokkal jobban lehet megvalósítani, hogyha az ember digitális eszközöket használ. De csapjunk is bele akkor a lecsóba, és nézzük meg az elsőt, amiről szó van. Ez a tudásépítés. De itt a tudásépítést magát, azt aként definiálja ez a rendszer, hogy akkor beszélünk tudásépítésről, hogyha a diákoknak valahogy, valamilyen módon, valamilyen formában új tudást kellett létrehozniuk, tehát nem csak reprodukálniuk egy megadottat, hanem nekik maguknak kellett valami újat létrehozni, és ehhez meglevő tudáselemeket kellett értékelniük, vagy elemezniük, szintetizálniuk, összevetniük egymással, és így tovább, amiből valami új tudás épül ki. Hogy ez miért 21. századi képesség, az talán felesleges is mondogatni, de azt látjuk, hogy egy picit átstruktúrálódik maga a tudás a 21. században. A klasszikus elképzelés, amelyik a tudásra még elsődlegesen, mint ismeretek birtoklására gondol, az amiatt is, és legelsősorban amiatt változik meg, mert hogy ezek a információk, ezek a legtöbbünk számára majd, hogy nem korlátlanul hozzáférhetőek, tehát onnantól fogva, hogy bármikor el tudom érni az Iliászt, és keresni tudok benne, már nem annyira lényeges, hogy fejből képes vagyok-e idézni megállás nélkül. Azt fontos, hogy tudjam, hogy mi van benne, és tudjam, hogy mire kell rákeresni. De az, hogy fejből és szó szerint mondjam végig, az talán már nem olyan izgalmas. Ugye ebből a szempontból a mobil technológia és a vezeték nélküli kommunikáció elterjedése az még nagyon nagyot dobott a világon, hiszen mostantól fogva tényleg egy korábban elképzelhetetlen információ mennyiséget hordoz a zsebében mindenki. Szokták is azt mondani, hogy a kocsmai beszélgetéseket megöli a mobiltelefon és a mobil internet, mert mi korábban egy társaság akár másfél órán keresztül el tudott azon beszélgetni, hogy a
brazil-magyar 3-0-nál a második gólt ki szerezte, vagy kit cseréltek be a végén. Addig ma ez már egy telefonnal, egy pillanat alatt kideríthető, és akkor valami másról kell elkezdeni beszélgetni. Emiatt is értékelődik fel maga a tudás építés, tehát az, hogy hogyan hozunk létre új tudást. Ja, annyira változik és növekszik a tudás mennyiség, hogy sokkal fontosabb és izgalmasabb lesz az, hogy mi magunk hogyan hozunk létre ilyen tudást újat a meglevő elemekből, amikhez hozzáférünk. A maga ez a rendszer nem csak ezt veszi figyelembe, hanem azt is, hogy ezt a tudást, amelyik így létrejött, ezt fel is használják-e bármire a diákok, és azt is, hogy ez a tudás, ez vajon egy tantárgyra korlátozódik, vagy pedig valamilyen tantárgyakon átívelő ismeretről van szó. És így néz ki egy ilyen kódolási rendszer, tehát öt, ebben az esetben öt van, amikor négy szintje van annak, hogy egy foglalkozásban mennyire jelenik meg a tudásépítés. Abban az esetben, hogyha a diákoknak rutin tevékenységet kellett végezniük, vagy megkapott információkat kellett reprodukálniuk, akkor nem jelenik meg a tudásépítés egyáltalán, ez az egyes szint ebben az esetben, nincs tudásépítés ebben a foglalkozásban. Mondjuk például, hogyha már a diákok megtanulták, hogy hogyan kell másodfokú egyenletet megoldani, és akkor meg kell oldaniuk 35 másodfokú egyenletet, akkor nem tudunk beszélni tudásépítésről. Persze elsajátítás, begyakorlás az van ilyen esetben is, de valami új tudást nekik nem kellett létrehozni. Kettes szintről akkor beszélünk, hogyha van valamilyen fajta tudásépítés ebből a szempontból, létezik valamilyen tudásépítés, de nem ez van magának a tevékenységnek a fókuszában. És itt ez a rendszer kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a tanári tudatosságra. Tehát a kérdés az nem csak az, hogy időben mivel töltötték a legtöbb időt a diákok, hanem az is kérdés, hogy mi volt a tanár elsődleges célja. Tehát az volt az elsődleges cél, hogy itt új tudás jön létre, vagy más, tehát a begyakorlás, csak közben volt egy olyan részfeladat, amiben valamilyen módon azért egy saját valami új tudást is létrehoztak a diákok. Amennyiben tehát van ugyan tudásépítés, de nem ez a fő tevékenység, nem ez az elsődleges célja a tevékenységnek, akkor még a kettes szintről beszélünk. Hármas eset az akkor van, hogyha létrehoznak valami új tudást, de ezt nem kell valamilyen új környezetben ki is próbálniuk. Tehát mondjuk le kell szűrniük háromszögek tulajdonságait, de nem kell rögtön utána megnézniük, hogy ez valóban igaz-e mindenféle háromszögre. És így tovább, tehát hogy lehet, hogy le kell szűrniük következtetéseket országok nemzeti jövedelme és várható élettartama között, de utána nem nézik meg, hogy az általuk leszűrt törvényszerűség az vajon más országokra is igaz, mint azokra csak, amiket ők vizsgáltak. Ha így van, hogyha ez a új létrehozott tudás, ez viszonylag ilyen steril marad, akkor a hármas szintről beszélünk. A négyes szint az akkor kerül elő, hogyha a fő követelmény a tudásépítés, új környezetben alkalmazzák is, de maga a tudás az csak egy tantárgy témakörére, ismeretkörére, módszereire irányul. Itt az elképzelés az az, hogy a
a világot tantárgyakra osztani, az egy borzasztóan mesterséges eljárás. A világban általában bármilyen problémával szembesülünk, azok mindig sokrétűek. Gondoljunk csak arra, hogy fénymásoló papírt kell kérnünk a fenntartótól, akkor levelet kell írnunk, ott szükség van a nyelvtanra, hogy hogyan fogalmazunk meg, valószínűleg kell számolnunk is, hogy az hogyan, mennyibe fog kerülni, és hogyan. Tehát, hogy mindig bármit is csinálunk, az több tantárgyra korlátozódik. Ugye a dolognak az oka az az, hogy az iskolák, azok főleg a felső tagozattól fogva egyébként, az iskolák azok többnyire az egyetemek kis kicsinyített makettjeiként jöttek létre, és ezért tükrözték a tudományos területek felosztását, ezért van külön akár a művészettörténet és a történelem, ezért van külön a biológia és a kémia viszonylag kicsiknél is. Na most, hogyha sikerül olyan tudást létrehozniuk a diákoknak, ami egyszerre több ilyen területet kapcsol össze, és ezt ki is próbálják valamilyen új közegben és környezetben, akkor beszélünk arról, hogy ötös szinten, a legmagasabb szinten történt tudásépítés ebben a foglalkozásunkban. És adok itt most egy pár másodperc szünetet arra, hogy mindenki, ami a fejében van, saját foglalkozás, gondolja végig, hogy vajon az akkor a tudásépítés szempontjából hova kerülhetne be, hol van a helye. Következő témakör, amivel foglalkozunk, az az együttműködés, és hát megint nehéz nem látni azt, hogy ez milyen fontossá válik. Ugye ma már szinte sehol nem dolgoznak magányos farkasok, még a matematikusok is legtöbbször csoportokban és tímekben dolgoznak, de hát a munkahelyek legnagyobb részén valakivel együtt kell működni, és az álláshirdetésekben az, hogy valaki jó csapatjátékos, az majdnem mindegyikben megtalálható. A Sir Kevin Robinsonnak van az az érdekes bonmója, hogy a iskolában azt mondják, hogy ne súgja másiknak, mert az csalás. Mindenhol azt mondják máshol, hogy remek együttműködési készségei vannak az illetőnek. Úgyhogy emiatt a 21. századi képességek közé bekerül az együttműködés is. És többféle kérdés merül itt fel, azon túl, hogy vajon ilyen remete módra egyedül dolgoztak-e a diákjaink, vagy pedig volt arra lehetőségük, hogy együtt dolgozzanak. Felmerül az is, hogy ebben a munkában a felelősségük közöse, volt-e arra lehetőségük, hogy komoly döntéseket hozzanak, és van-e valami fajta egymásra utaltságuk, és akkor nézzük ezt részletesen, hogy miként jelenik meg, és mit jelent. Egyes szintről az együttműködés szempontjából akkor beszélünk, hogyha nem jelent meg semmiféle páros munka, vagy csoportos munka, mindenki egyénileg dolgozott, és csinálta a maga dolgát. A kettes szintről akkor van szó, amikor ugyan dolgoztak együtt, de nincs közös felelősségük a munkájukért. A közös felelősség ebben a rendszerben, vagy egy iskolai közegben, esetek legnagyobb részében annyit jelent, hogy a
diákoknak a jegye az közös. Tehát együtt ugyanazt az egy jegyet kapják arra, amit csináltak a diákok. Tehát, hogy ezt nevezzük ilyenkor közös felelősségnek. A hármas szintről akkor van szó, hogyha ugyan közös a felelősség, de nem kellett közben érdemi döntéseket hozniuk. Megkaptak például egy kísérlet leírását, hogy ezt hogyan végezzék el lépésről lépésre, a végén együtt beadnak egy kísérleti jegyzőkönyvet, és kapnak rá egy jegyet, és mindenki ugyanazt a jegyet kapja. Ekkor a hármas szintről beszélünk. Ugye magának az együttműködésnek az igazi próbája az az, amikor döntéseket kell hoznunk, amikor konszenzusra kell jutnunk. Ha erre nincsen szükség, akkor az együttműködés kevésbé jelenik meg. A négyes szint az az, hogyha már a felelősség is közös, érdemi döntések is vannak, de nincs egymásra utaltság. Egymásra utaltságnak azt nevezzük, amikor nem lehetséges az, hogy egy valaki elvégezze a másik munkáját. Ebben az esetben ugyanis rá van utalva arra, hogy a másik is jól dolgozzon. De nagyon gyakran csináljuk azt, én is, hogy kiadunk egy csoportfeladatot a csoportnak, a végén beadják, amit beadnak, és láttunk már sokszor olyat, hogy az egy szorgalmas gyerek az inkább megcsinálja az egészet a többiek helyett, mert különben attól fél, hogy akkor rossz jegyet fog kapni. Ilyenkor nincs igazából egymásra utaltság, mert ő egyedül meg tudta csinálni az egészet. Ha egy feladatot részekre bontunk, és külön felelősségeket is kiadunk, ugyan együtt értékeljük őket, de külön dolga van az egyiknek evvel, a másiknak avval, a harmadiknak amavval, és azt kell összerakniuk. Ez lehet akár az is, hogy egy prezentációnak az elejét, végét, közepét más csinálja meg, és azt kell összetenniük, akkor beszélhetünk arról, hogy egymásra utaltság van ebből a szempontból. És az ötös szintről akkor van szó, amikor tehát a tevékenységben közösen dolgoznak, közös felelősséget viselnek, érdemi döntéseket hoznak, és egymásra is vannak kölcsönösen utalva. Ugye, aki ismeri a Kagan-féle kooperatív tanulási módszereket, azok nagyon gyakran pont az ilyen egymásra utaltságok rendszeréből épülnek fel. A következő szempont az, ami általában mindenkinek elsőre eszébe jut, amikor azt mondjuk, hogy 21. századi tanulás és 21. századi tanulási képességek, ez az infokommunikációs eszközök használata, hogy ez miért 21. századi képesség, ezt most itt, hogy itt ülünk a 21. században, és éppen egy webináriumon veszünk részt, remélem nem kell nagyon részletezni. Azonban érdekes, hogy itt is milyen szempontok merülnek fel, és milyen kérdések merülnek fel, azok, hogy használtak-e valamilyen IKT eszközt, ezt tudásépítésre használták-e, valami olyasmire használták-e, amit enélkül az eszköz nélkül nem tudtak volna megcsinálni, és hogy létrehoztak-e valami új produktumot. És hát itt az egyes szintről beszélünk akkor, hogyha nem használhatnak IKT eszközt, kifejezetten meg van nekik tiltva, hogy tilos ilyet a kezükbe venni. A kettesről pedig akkor beszélünk, hogyha használnak ilyen IKT eszközt, de nem valamilyen tudásépítésre, hanem a meglévő ismeretek gyakorlására, vagy akár ellenőrzésére. Hogyha az ember Learning Apps-ben csinál jópofa kis játékokat, azok jellemzően, lehet azt is másra használni, de jellemzően nem a tudásépítés céljait szolgálják,
hanem a meglevő ismeretek gyakorlását vagy ellenőrzését. A hármas az egy nagyon erős kitétel, és visszaköszön benne az, amit hát az egész digitális pedagógiának az egyik alapító atya, a Seymour Papert mondott, ugye ő mondta azt, hogy ő nagyon ellene van annak, hogy számítógépek kerüljenek az iskolába, ha nem találjuk ki, hogy mi olyat tudunk vele csinálni, amit egyébként nem tudnánk. Tehát amíg nem valami olyasmire használjuk a számítógépeket, amit egyébként ne lehetne megcsinálni, akkor inkább ne is vigyük be őket az iskolába. És itt is ez merül fel. Maga a részletes leírás az kifejezetten szigorú ebből a szempontból. A példa, az egyik példa, amelyik itt szerepel, az az, hogyha a diákoknak az a feladata, hogy nézzék meg, hogy a milyen összefüggés van az országok nagysága és a fővárosuk lakossága között, és nézzék meg, hogy itt találnak-e valamilyen összefüggést, akkor, és ezt mondjuk a Wikipédia segítségével kezdik el nézegetni, akkor egyfelől mondhatjuk azt, hogy ők használtak IKT eszközt, mondhatjuk azt, hogy tudásépítésre használták az IKT eszközt, de ha felmennek az iskolai könyvtárba, leemelik a világatlaszt, akkor ebből ugyanezeket az információkat ugyanígy összegyűjthették volna. Tehát nincs arról szó, hogy olyasmire használták volna, amit egyébként nem lehetne megcsinálni. A négyes szintről akkor van szó, amikor használnak IKT eszközt valami olyasmire, amit anélkül nem lehetne megcsinálni, ami tudásépítést céloz meg, de ők maguk csak felhasználóként vannak jelen, nem hoznak létre valami új dolgot. Ez a valami új dolog, ez lehet egy wiki, amit felépítenek, lehet egy blog, amit megcsinálnak, de ugyanígy lehet egy számítógépes program, vagy egy mobil applikáció is, vagy egy robot, amit megépítenek, nem tervek alapján, hanem ő maguk találják ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden lehet az, de itt az a cél, hogy olyan legyen, amit más is fel tud használni. Tehát nem csak maguknak csinálják ezt a dolgot, hanem a világ felé nyitva bárki számára felhasználhatóan jelenjen meg. És hogyha ilyet csinálnak, akkor beszélhetünk arról, hogy a legmagasabb szinten, az ötös szinten van jelen az IKT használat az adott foglalkozásban. És megint mindenki egy picit elgondolkodhat azon, hogy amit gondolt foglalkozást, vagy akár amit tervez a témahétre, abban mennyire jelenik meg az IKT eszközök használata ilyen módon. A következő szempontunk az a valós problémák megoldása és innováció. Megint azt gondolom, hogy elcsépelt gondolat, hogy a probléma megoldás, probléma felismerés, és aztán a probléma megoldásnak a képessége az milyen fontos a 21. században, hogy az alapvető elvárás az, hogy mindenki legyen képes a munkája során felmerülő problémákat megoldani. Nos hát, itt ez a képesség az, amelyik latra kerül, hogy mennyiben jelenik meg a tanítási gyakorlatban.
Itt csak négy szinten osztályoz a rendszer. Egyes szintről akkor beszélünk, hogyha nem szembesülnek problémával. A probléma itt azt jelenti, hogy valami olyan dologgal, aminek a megoldását ők nem tanulták korábban. Tehát, hogyha valami olyasmivel szembesülnek, amit korábban már tanulták, korábban már volt szó arról, hogy ezt hogyan kell megoldani, akkor nem beszélhetünk probléma megoldásról. Ez egyébként nem mindig egyszerű, tehát, hogy én gyakran látom azt, hogy a gyerekek nem a legboldogabbak, hogy a problémát kell megoldaniuk, mert olyankor gondolkodni kell, és az nem mindig egyszerű. De rá lehet őket venni azért, főleg ha a probléma érdekes. És itt jön a második szint, amelyikről szó van, hogy a probléma, amivel szembesülnek, az egy valódi probléma-e. Hogyha egy nem létező, nem valódi problémáról van szó, akkor csak a kettes szintről beszélhetünk. Ez azért nagyon fontos, mert az iskolának van egy hajlama arra, hogy azok a dolgok, amikkel a diákokat szembesíti, azok olyasmik legyenek, amik csak az iskolai környezetben állják meg a helyüket. Tehát egy picit a saját szakmámnál maradva, a természettudományoknál, ugye, aki középiskolai fizikát végzett, az olyan testekről tud csak, amik pontszerűek, a súrlódásuk nulla, olyan gázokról csak, amik ideális gázok, olyan folyadékokról, amik csak newtoniak, és így tovább, és így tovább. Kreálunk egy olyan világot, aminek nem feltétlenül van köze a valósághoz. Pont a digitális eszközök nagyon gyakran lehetővé teszik számunkra azt, hogy ennél jóval többről legyen szó, és valóban neki tudjunk állni, számolni, vagy dolgozni valós adatokkal. Emlékszem az általános iskolában, ott nagyon sok olyan feladatunk volt, amelyik például a kukutyin zabtermeléséről szólt, és abban kellett számolnunk. Ma már nyugodtan számolhatunk ugyanilyen erővel Magyarország zabtermelésével, vagy búza termelésével is. Az nem fog problémát okozni, főleg mert, hogy ugye már nagyon hamar elkezdenek akár számológépet is használni, úgyhogy nem kell attól félnünk, hogyha nem lesz egész szám a végeredmény, akkor valami baj van. Az, hogy valós problémák kerüljenek elő, azt én azért is fontosnak tartom, mert hogy egyébként fennáll a veszélye annak, hogy az iskolai tanulmányok azok valami külön kis zárványként maradnak meg a diákjaink fejében, valami olyan dologként, amelyik csak az iskolában érvényes és működik. Ugye gondolkodhatunk azon, hogy hogyan lehetséges, hogy olyan emberek, akik hetedikben nem buktak meg kémiából, homeopátiás szert vásárolnak, ami ugye tagadja a kémia alaptételeit. Én azt gondolom, hogy ennek a magyarázata az az, hogy egy pillanatig sem gondolták azt, hogy amit ők kémiából megtanultak, annak köze lenne a valódi világhoz. De hát ugyanígy beszélhetünk a középkor ellopott akárhány száz évéről, és az iskolai történelem tanításról, és így tovább, és így tovább. Tehát ezért lenne fontos az, hogy valódi képesség, vagy valódi problémákkal szembesüljenek az iskolában a diákok. Azonban a probléma megoldásnak a legmagasabb szintjéről, a negyedik szintről akkor beszélhetünk, hogyha nem csak találkoznak valami új problémával, amire
valamilyen fajta megoldást keresnek, és nem csak, hogy ez egy valódi probléma, hanem meg is nézik, hogy működik-e az ő megoldásuk. Itt például olyanokra lehet gondolni, hogyha a feladat az az, hogy dolgozzanak ki javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne energiahatékonyabb az iskola, akkor utána oda mennek-e ezzel az iskola igazgatóhoz megkérve, hogy nézze meg, és ha tudja, akkor alkalmazza ezeket. Tehát, hogy szembesülnek-e avval a diákok, hogy a saját megoldásuk az hogyan működik, meg mire jó, meg hogyan lehetne használni. Ez a probléma megoldásnak a legmagasabb szintje. És akkor itt megint lehet azon gondolkodni, hogy amit projektként gondolunk, ami a fejünkben vagy van, vagy amit terveztünk, abban a probléma megoldás és innováció milyen mértékben, milyen szinten jelenik meg. A következő az az önszabályozás kérdése. Megint valami olyasmi, amit ma már egyre többször várnak el a munkában, hogy az ember képes legyen a saját munkájára reflektálni, és azt változtatni, szabályozni. A kérdés az az, hogy mennyire adunk lehetőséget erre a diákjainknak a foglalkozásokban. Itt az első kérdés az az, hogy elég hosszú távú-e maga a foglalkozás, amivel kell valamit kezdeniük. És a hosszú távú itt úgy van definiálva, hogy legalább egy hétig tart. Tehát egy 45 perces órán belül ne is gondoljunk arra, meg ne is beszéljünk arról, hogy önszabályozásról szó lehet, hanem lássuk be, hogy legalább egy hét kell ahhoz, hogy szó lehessen egyáltalán valami fajta önkorrekcióról. A másik nagy kérdés, hogy vajon tudják-e, hogy mi az elvárás? Világosan és egyértelműen. Számomra ez volt az egyik legfontosabb ebből a rendszerből, amikor rájöttem arra, hogy nagyon gyakran a projekteknél, amiket én kiadok a diákoknak, nem mondom el nekik, hogy pontosan, részletesen mi az, amit elvárok tőlük. Mit kell ahhoz tenniük, hogy jól hajtsák végre a projektet? És nagyon gyakran emiatt is nem csinálják meg jól, mert nem egyértelmű a számukra az elvárás. Az angolszász országokban például elterjedt az értékelő táblázatoknak a használata, ahol több szempont szerepel, mondjuk egy kísérletnél szerepel az, hogy a formai követelmények, a kísérlet leírása, az eredmények rögzítése, eredmények ábrázolása, következtetések levonása. És akkor mindegyikre megvan adva a formai követelmények. Ha nincs se cím, se dátum, se szerzők, nulla pont. Ha hiányoznak a szerzők vagy a cím, egy pont. Ha csak a dátum hiányzik, két pont. Ha mindegyik szerepel, három pont. És ugyanúgy mindegyik re megvan adva, hogy milyen szinteken lehet ezt teljesíteni. És a diákok ezt előre megkapják, és amikor oda jutnak, akkor meg tudják nézni, és el tudják dönteni, hogy még kell-e valami javítaniuk, vagy nem. Elfelejtettük odaírni a szerzőket, akkor azt gyorsan még beírjuk. A foglalkozás hosszabb távú ugyan, és ismerik is a tanulási célokat előre, meg a
sikerkritériumait, de nincs lehetőségük a munkájuk tervezésére, akkor a kettes szintről beszélünk. Megint visszaköszön ez, hogyha nincsenek érdemi döntések, hogyha végig kell csinálni a megadott protokollt, ha végig kell menni az adott lépéseken, akkor nagyon nehéz önszabályozásról beszélni, és akár önértékelésről beszélni. Erre az egyik példa egy ismerősömnek a kislánya volt, ahol a gyerekek elsőben ültettek ilyenkor tavasszal valami növényeket, és a tanítónéni nagyon szépen kiírta, hogy melyik nap kell locsolni, melyik nap kell kapálgatni, mikor mit kell vele csinálni. A kislánynak az első hét után kidöglött a növénye, és ő a helyét azt tovább kapálgatta, locsolgatta, mert hogy nem volt, az nem szerepelt, hogy neki egy újat kellene akkor ott ültetnie, vagy módosítania kellene valamit, ő végig csinálta a kiadott lépéseket. A harmadik és negyedik szint közötti különbség az abban van, hogy vajon a diákoknak van-e lehetőségük arra, hogy a munkájukat valamilyen visszajelzések alapján javítsák. Kapnak-e még az elkészülés közben visszajelzést arra, hogy hol tartanak. És ennek a visszajelzésnek nem kell feltétlenül a tanártól jönnie, ez jöhet a társaktól is, tehát csak van-e bármi fajta visszajelzés, ami alapján lehet átértékelni, megjavítani. Ha ez is megvan, akkor beszélhetünk az önszabályozásnak a legmagasabb négyes szintjéről. Megint gondoljuk át egy picit, hogy miként jelenik ez meg a saját tanítási gyakorlatunkban. A negyedik szempont, ez a felépített kommunikáció nevű dolog, aminek azért van ilyen picit hülye címe, mert a kommunikációt nagyon tágan értelmezi, ez lehet akár videó, lehet hanganyag, és lehet természetesen írt szöveg is. És a kérdés az az, hogy ez mennyire felépített, mennyire valamilyen téma köré épülő kommunikáció, mert hogy a 21. században a kommunikációs készségek szerepe az egekbe szökken. Különféle vizsgálatok vannak arra, hogy a mindenféle munka körök közül a kommunikációsok azok, amelyeknek a száma a leggyorsabban nő abban a világban, amelyikben élünk, tehát egy erőteljes és fontos képességről van szó. Hogyha nem kell hosszabb vagy multimédiás kommunikációt végezniük, akkor egyes szintről beszélünk. A hosszabb az itt az egy bekezdést szokta jelenteni, tehát hogy legalább egy bekezdésnyi szöveget, vagy valamilyen videót, hanganyagot kellett csinálniuk. Hogyha ugyan kellett valami ilyet csinálniuk, de nem olyan módon, hogy van valami állítás, ami mellé érveket és bizonyítékokat kell felhozni, tehát nem valami mellett kell érvelni és azt alátámasztani állításokkal, bizonyítékokkal, és nincs is egy megszabott közönség, akinek szólna, hanem csak úgy például írunk valamit, ami legtöbbször a tanár fiókjában landol, akkor beszélünk a kettes szintről.
Ha ebből a két kritériumból, tehát hogy egy felépített kommunikációról van szó, értve ez alatt, hogy van valami központi tézis, és emellett kell érvelni, a másik pedig, hogy van-e adott közönsége ennek a kommunikációnak, ha ebből csak az egyik valósul meg, akkor a hármas szintről beszélünk, és ha mindkettő, tehát kell kommunikálniuk, legalább egy bekezdési szöveget írnak, vagy valami videó, hanganyagot, multimédiás anyagot készítenek, ami olyan, ahol egy megadott dolog mellett kell érvelniük, és ehhez bizonyítékokat, érveket kell hozniuk, és meg is van, hogy ez kinek szól, ezek lehetnek az osztálytársak is, csak akkor valóban szóljon nekik. Tehát például kelljen előadni a többiek előtt, és mérettessék meg az, amit ők mondanak. De megjelenhet az iskola újságban is, vagy bárhol, de legyen egy adott közönség, akinek szól. Ha ez is megjelenik, akkor a négyes szintről lehet szó. Ez tehát a 21. századi tanulás szervezés rendszer, és szeretném megmutatni. Hogyha valakit ez érdekel, akkor a Microsoftnak a tanári oldalán, aminek az a neve, hogy education.microsoft.com, itt elérhető egy olyan kurzus, ahol ezt mutatjuk be, itt van a 21. századi tanulástervezés nevű kurzus, amelyikben végig lehet ezt nézni, videókban magyarázzuk el azt, hogy miről van szó. Itt látható, és mindegyikhez néhány kérdéssel lehet válaszolni. És hogyha valaki ezt megteszi, úgyhogy regisztrált is erre az oldalra, akkor még kap róla egy bizonyítványt is, meg gyűjthet pontokat is hozzá, tehát hogy érdemes itt ezen végigfutni, vagy ha bárkit izgat, hogy egy-egy részlete, amiről most lemaradt, az itt meg tudja nézni nyugodtan. Úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy nézzen ide a education.microsoft.com oldalra. És most, hogyha kérdések vannak, akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok bármire. Az MS kurzusért az MS oldalon járnak pontok, és avval mindenféle jelvényeket lehet szerezni, hogyha valaki elég kurzust végez el, és mindenféle innovatív tanár címeket gyűjthet vele.